A bevándorlásról szól a történet. Ezt mondta péntek reggel a Kossuth Rádióban Orbán Viktor a költségvetési, illetve jogállamisági uniós vitáról. Úgy fogalmazott, finoman szólva is gyanúra adokat, hogy a járvány kellős közepén napi rendszerességgel szólalnak fel vezető uniós politikusok, hogy milyen nagy szükség van a bevándorlókra Európában. Erről a témáról is kérdezte tegnap este a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadóját Somorjai Balázs. 34 millió olyan ember integrálásáról beszélt a migrációs biztos, akik már az unió területén laknak, de nem itt születtek. Nekik már csak az integrálásuk van hátra, vagy a végleges letelepítésük is. Magyarul tisztázotta -e már a státuszuk. Ezek között ilyen is van, olyan is van, tehát van, aki mondjuk tartózkodási engedélye rendelkezik, van, akinek menekült státusza van, van, aki már itt született, de valamelyik szülő az külföldi, és itt tovább, tehát ez egy nagyon széles réteg, amelyik szüntelenül napi rendszerességgel növekszik, Épp ezért érdekes megvizsgálni az ennek a kijelentésnek a korábbi változatait, tehát hogy 2015-ben honnan indultunk el a migrációval kapcsolatban, és hova jutottunk mára, ugye akkor azt mondták, hogy menekült, meg segítenünk kell a menekülteken, mindenki menekült volt, mindenki Szíriából menekült hozzánk, be kellett őket fogadnunk, szolidárisnak kell lennünk, utána kitalálták, hogy hát jó, hát vannak azért gazdasági bevándorlók is, de hát muszáj segíteni a bejövőknek, ki egy nagyon komoly képű civil szervezet, hálózat jelent meg, megjelentek az első íratok Soros György tollából, és aztán fokról fokra egyszer csak már ott jártunk, hogy akkor legyen kötelező a, a szétosztás, legyen kvóta az érkezőknél, nem szabad a határokat szigorúan ellenőrizni, és most már eljutottunk odáig, hogy több tízmillió embernek a európai befogadásáról, lakhatásáról, eltartásáról, adott esetben állampolgárságáról és szavazati jogáról van szó. Így már ez egy teljesen új helyzet, és úgy látom, hogy az öt év folyamán kellett fokozatosan, hogy kiderüljön teljes mértékben a, a nagy mesterterv, hogy tehát mi, mi lenne az a megoldás, amellyel gazdasági, politikai és ideológiai előnyökhöz juthatnak azok, akik ilyen kérdésekben döntéshozó pozícióban vannak. Az új uniós migrációs paktum egyik fő eleme, hogy csak azok maradhatnának a közösségben, akik valóban jogosultak menedékjogra. Az integráció az viszont nem jogi, hanem egy, egy kulturális, egy társadalmi kifejezés, vagyis attól, hogy valaki menedékjogot kap, még nem feltétlen biztosított a hosszú távú integrációja. Vannak-e arra vonatkozó statisztikák, hogy nem az érkezők, hanem a státuszban részesítettek mekkora hányada integrálható sikeresen. Nézd, a, a menekült kérdést, ha így említi, akkor ugye először is abból kell kiindulni, hogy a, az ENSZ menekültügyi paktuba, vagy megállapodása, amelyik hosszú-hosszú évtizedek óta hatályban van, ez azt mondja, hogy a menekülteknek átmenetileg kell védelembe részesíteni, mindaddig, míg ott, ahonnan jöttek, a vallási fai, politikai nézetei miatti üldöztetés fennáll, majd pedig az üldöztetés befejezés után vissza kell, hogy térjenek az országukba. Ez, ezért tehát a menekülteknek az integrációja, na önmagában egy nagyon furcsa megközelítés, hiszen őket nem integrálni kell, hanem oltalmazni, védelmezni, majd pedig segíteni a visszatérésüket. De ma már egyre kevésbé hangzik ez el, én már nem, nem nagyon olvasok összefoglalókba, felszólalásokba olyan nézeteket, mi szerint ez a nagy tömegű érkező, aki a Spanyolország felé, a Kanári szigetekre, Olaszország felé, Lampedusa, vagy éppen Görögországon keresztül a balkáni útvonalon, öm, menekülté volna nyilvánítható, sokkal inkább beszélnek most már legalizálandó bevándorlásról, szükséges munkaerőpiaci támogatásról, miközben százezrek és milliók veszítették el az európai emberek közül a munka lehetőségüket a járvány miatt, és mindezt egy olyan járványidőszakban teszik, amikor a az európai politikai vezetést és az európai embereket, azért alapvetően a saját egészségük, életük védelme köti le, és én most, mostanra kezdtek el, mondom, öt év után nyíltabban beszélni arról, hogy mi is az igazi szándék. Hasonlót egyébként az amerikai Egyesült Államokban is, a Biden úr is említett, hogy a bent lévő 12 millió illegális bevándorlónak ő állampolgárságot adna, tehát ez, ez valamifajta érdekes politikai kompetenciája, kombináció, egy hosszú távú politikai ideológia előny remélése áll ennek a hátterében. Felvetődik egy hosszú távú dilemma, jelesül az, hogy mi legyen azokkal az emberekkel, akik megkapták a státuszt, maradhatnak, jogosan maradhatnak a kontinensen, de nem teljesítik az integrációs feltételeket, teszem azt hosszú idő alatt sem sajátítják el az adott nemzetállam nyelvét, nem vállalnak munkát, nem fizetnek adót, stb. Ugye erre könnyű lenne azt mondani, hogy persze, hát akkor ezeket az embereket célszerű volna visszaküldeni oda az országukba, honnan jöttek, hiszen ott se üldözi őket senki. De a valóság ennél azért sokkal bonyolultabb, nem igen gondolják ők, hogy visszatérjenek, úgy érzik, hogy itt sokkal jobb dolguk van, mint ahonnan eljöttek, sőt, ezeknek az intézkedéseknek, amelyet a beszélgetés elején ön is említett, hogy lakás, lakhatás, választójog, állampolgárság, szociális ellátásos rendszer, egy nagyon komoly szívóhatása van. Gondolja meg, hogyha a nehéz helyzetben levő emberek szert a világba arról értesülnek, hogy Európában nyitottak a határok, az európaiak mindenkit befogadnak, lakás biztosítanak, szociális ellátás, sőt állampolgárságot, hát ez bizonyára újabb és újabb jelentős tömegek útbaindítását fogja kiváltani, mindezt úgy, hogy az egész lebonyolításában a szervezet bűnözés játsza a főszerepet, horribilis politikai, horribilis pénzügyi haszonra tesz szert. Ezeknek a pénzeknek aztán a becsatornázás, hogy hogy történik, ezt nagyon nehezen lehet átlátni. Egy szóval azt hiszem, hogy a mostani helyzet egy elég döntő pillanat arra, hogy az európai biztonságért felelős szervezetek, a politikai vezetők és a kormányok átlássák, hogy mi zajlik, és a nemzetek védelme érdekében, az európai emberek biztonságának az érdekében, az európai jövő érdekében addig lépjenek föl, amíg még nem lesz késő.